A kamarg, amely az egyik legrégebbi lófajta a világon, a Földközi-tenger déli partján fekvő Rhône-deltából származik. Ez a régió különösen nehéz életkörülményeket kínál, ezért sok generációra hatással volt, így ez a ló erősebb és ellenállóbb, mint sok más fajta. Valószínűleg a tarpanok leszármazottja, berber, keleti, mongol és kelta lovak befolyásolhatták. A manád, amely ősidők óta hagyományos módon tenyésztett csorda, kivételes lóvá tette, amelynek morfológiai jellemzői összhangban vannak félig szabad életmódjával. Képes a víz alatti legeltetésre vízi növények húzásával, tévedhetetlen ösztöne van, és néha szimbiotikus kapcsolatokat alakít ki a madarakkal, például a kócsagokkal vagy a gémekkel. A szőrzet mindig szürke, kivéve azokat a csikókat, akik öbölben vagy sárgásban születnek, majd az életkorral halványodnak. Mérete általában 1,35 m és 1,50 m között van, átlagosan 400 kg súlyú. Érettségét 5 vagy 7 év körül éri el, de kivételes élettartama meghaladhatja a 45 évet, ami Franciaország rekordja. A kamargló különösen szívós, képes szaporodni, hatékonyan küzd a rossz időjárás ellen, rendkívül jól bírja az erőfeszítést és megelégszik kevés táplálékkal. Nyugodt és hűséges, és gyors és bátor a veszéllyel szemben. Ő egy komplett ló, amely számos területen jól teljesít. Mindenek előtt a vele született adottságnak köszönhetően a szarvasmarhákkal végzett munka, de a sport, a lovaglás és a lovas turizmus is, amely megmentette egy olyan időszakban, amikor kihalása elkerülhetetlennek tűnt. Külföldön megtalálható, de csak a Rhône-deltában született lovak szerepelnek a méneskönyvben.